tudom, de talán amikor valakik pátyolgatják őket, és nem megmutatják az utat, hogy merre menjenek, akkor még rosszabbat tesznek velük. Ezen a szinten tartják őket, vagy még lentebb szorítják. Na ez ránk nem nagyon jellemző, hogy még a tavalyi évben az éhezők viadalán gyakorlatilag mindannyian eldöntöttük, hogy többet ilyet nem, ilyenben nem veszünk részt. Mi megmutatjuk az utat, tehát előjárva példával mutatjuk, hogy hogyan lehet ebből kilábalni, hogyan lehet egy jobb irányba menni. És gyakorlatilag, ha jön valaki, jön, ha nem, akkor nem nagyon tudunk értük mit tenni. Erre szokták mondani, hogy ha éhezik az eszkimó, ne halat adj neki, hanem tanítsd meg halat fogni. Irénke. Én csak azt, hogy az ország miniszterelnöke megengedi, mit vársz tőle? Ő egy senki házi hazug disznó. Az. Jó. Nem egy ember múlva, ez a rendszerváltásnak nevezett dolog óta van így. Gengszerváltás. Viszont ne menjünk el politikára, ne rosszuk ezt el azt a szép napot már. Akkor örömök voltak, és annyi minden jól alakult. Jó, a legvégére egy kis előzetes karácsonyi verset. Dobjad? Igen. Várjunk egy pillanatra. Laci, te még nem mesélted el a... Laci, szopjonban kégetés, kovi, levi, plakát. Én mondtam egy többet is, hogy voltak a nagyok. Egy aranyköpés, ami a videón is rajta van, az egyik patkánygó alkalmából, amikor biciklivel egyedül mentem, és mondtam a rendőröknek, hogy ne jöjjenek közelebb, mert büdös vagyok. Igen. És azt mondták, hogy mi is? Mert hogy bicikliztem, és büdös vagyok. Azt mondták, mi is? Mondom, önök is bicikliztek, vagy önök is büdösek? Hát mi is büdösek vagyunk, hát ezt mondták. Tehát így ez egy olyan, ami megmaradt. És hát a csomó élmény, amit elmondtatok, ugye gyakorlatilag szinte mindegyikben részt vettem. Volt olyan, amiről csak hallottam, amikor börtönben voltam, és Csányinál nagyot alakítottatok. Arról most ma itt nem beszéltetek, én meg nem tudok róla olyan sok mindent, csak a tudósítást hallottam róla. De nagyon nagy élmény ezt csinálni így, és egy picit talán kívülállók is észrevették, de ti mindenképpen, hogy azért itt az ősszel, Imre fogalmazta meg jól, bedobtam a gyeplőt a lovak közé, és ugye volt egy ilyen önmarcangolás, nekem azért az volt, amikor ugye jó erősen visszafogtam magam, és azt gondolom, hogy ezek a lovak, ezek jól mentek egyedül. Tehát ügyesen és komolyan és sokkal több kreativitással, mint előtte bármikor. Tehát én azt gondolom, hogyha így lehet ezt mondani, ez még ha néha fájt is, vagy néha nehezen is éltétek meg én is, azért ez egy jó döntés volt, és emlékszem még, hogy mennyi aggodalom volt a kiscsoportos patkánygóval kapcsolatban, illetve a kiscsoportos túrafankkal kapcsolatban, de végül szerintem az is egy csodálatos dolog volt, hogy soha nem hoztatok volna ki magatokból ennyi mindent, hogyha nem kis csoportonként csináljuk meg ezeket, hanem együtt maradunk. Tehát öröm nézni azokat a videókat, amiket ott elrendeztek a rendőrökkel. Öröm volt hallani a telefonálásokat, és amikor hívtatok, hogy merre mi történik, hogy történik, mik voltak. Tehát egyszerűen úgy repesett a lelkem. Úgyhogy ez nem azért volt, mert nem akartam veletek lenni, hanem azért, mert így ti lehettetek saját magatokkal végre, és nem azt mondtátok, hogy megvártátok, amíg páran egy-két ember, ugye nem csak én, hanem közületek azért néhányan, de mégiscsak a csoportszellemmel, a csoporttól erősen kimertük nyitni a szánkat, de most megmutattátok, hogy nem kell, hogy mögöttetek legyen 5-10 vagy 20 vagy 30 ember, hanem akkor is mertek szájalni a rendőrséggel, akkor is el tudjátok küldeni finoman a picsába őket, hogyha nincs ott egy csapat, vagy nem vagyok én ott. Ez csodálatos dolog volt, és ugyanezt éreztem a bírósági tárgyalásokon is, amikor felálltatok és egyedül elmondtátok, felkészültetek. Nagyon jó volt látni most Marikáékat ugye az egyik legutóbbi tárgyaláson, hogy Ferdinánddal mit műveltek ott a bíróságon, vagy Bozsik Lacit emlékezzetek vissza, hogy milyen csodálatosan adta ott elő a dolgait, nem is tudom, más volt-e így egyedül, nem, ugye nem volt? Veres István. Igen, amikor egyedül védte magát, tehát ez így nagyon jó, vagy Ilonka, ugye ő is ott egyedül, de egyébként amikor sokan voltunk, akkor is mindenki egyedül előadta a saját gondolatait, ahogy mondta a Zsuzsi, hogy perbeszédet mondott szinte mindenki. Tehát ez egy csodálatos dolgok, tehát ez a fejlődés, ezt látni, egyszerűen így óriási. Tehát ez egy nagyon nagy hozadéka ennek az egésznek, amit teszünk.
De ez megcsinálható, hiszen azért, ha belegondolunk, egyikünk sem nagyon különleges, úgy az átlag emberekhez képest, tehát mindannyian dolgoztunk, vagy vállalkoztunk, vagy éltünk egy valamilyen környezetben. Nem különösen jellemző, hogy nagyon kirívóan értelmiség lenne a csapat, már ugye vannak közöttünk diplomások, de nem különösen jellemző, hogy nagy előélete lett volna ezen a területen, és mégis meg tudtuk ezt tanulni. Egymástól figyelve, és ha mi meg tudtuk csinálni, akkor többiek miért ne tudnák? És egy nagyon szép világító csillag vagyunk mi az ellenállás egén, és nem csak mi figyeljük magunkat, és nem csak ez a most már 7500 ember, aki feliratkozott, hanem ennél valószínűleg sokkal több ember figyeli, tudja, hogy mit teszünk, és hát ha egyszer majd bátrak lesznek, vagy elég erősek ahhoz, hogy megtegyék, és nem félnek majd áldozatot hozni. Hogy itt vannak. Nyilván a hatalomnak rettentő nagy feladatot adtunk, tehát az nagyon komoly. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan a különböző hatalmi ágak gyakorlói közül tisztelnek minket. Néhányan irigyek, néhányan baromi idegesek attól, hogy egyáltalán létezünk, mert feladatot adunk nekik, de szerintem nagyon sokan vannak, akik felnéznek ránk, hogy még mindig. Egy évig csináltuk, nem tűnt fel, két évig nem, de most már lassan 4 éve jegyzik a mi nevünket. Ezek nagyon, nagyon komoly dolgok, és próbálnak is ellenünk tenni. Jót játszunk a hatalommal mi magunk is, mert ugye ha valamit kitalálnak ellenünk, akkor mi abból is jót hozunk ki. Ha sok rendőr van, akkor azért, ha kevés rendőr van, akkor azért. Ha kitalálták, hogy mit csinálunk, akkor azért, tehát ezek olyan különösen nem is zavarnak minket, és ahogy az előző Talina titkosban mondtam, hogy az nem probléma, hogyha valaki elviszi a hírt, és ebből mondjuk több rendőr lesz az utcán, vagy felkészülnek ránk, hogy bezárják a bankajtót, mert akkor abból csinálunk sót, tehát bármi is, de ha bárkinek abból baja lesz, hogy valaki eljátszotta, hogy velünk van, és nem velünk volt, és ebből nekünk komoly problémánk lesz, akkor annak kitépem a szívét személyesen. Tehát nálunk valószínűleg élve nem fogja megúszni egy olyan, mint a budaházi ügyben, aki elvitte a felvételt és tanúskodott a belső megbeszélésekről. Erről én valószínűleg gondoskodom, és én azt gondolom, hogy elég sokan el is ízik rólam, hogy én bizony saját kezűleg megteszem, hogyha erre szükség van. Ezt többen közülünk sem hallották, és ugye a nagy közönség sem a múlt héten, de utána gondolkodtam, hogy ezt mégiscsak élőben, és Anita is azt mondta, hogy ezt inkább élőben kellene elmondani, és ha már egy ilyen megszólítás volt, hogy én hogy éltem meg az elmúlt évet. Jól! Kurva jól érzem magam, soha ilyen jól nem éreztem még magam, és legalább ilyen évet fogunk végigvinni a következő évben is. Már nem mondom azt, hogy biztosan győzünk, meg biztosan vége lesz, ezt már többször mondtam, de hallottam valahol, nem tudom, hogy kitől származik, hogy nem a cél fogja az élvezetet megnyújtani, hanem maga az út, és én ezt az utat nagyon élvezem. Talán látszik, és én belül mindenképpen érzem minden pillanatát. Tehát amikor itt vagyunk a Talin, azt, amikor bulizunk azt, amikor vívunk a rendőrökkel azt, amikor cipelnek a kezükben azt, amikor értetek, izgulok, hogy szerepeltek, mi történik veletek, akkor azt is, minden pillanatát, és ez szerintem egy csodálatos dolog, mert tudom, hogy értünk a jövőnkért, egy jó csapatért teszem, úgyhogy én is köszönöm és örülök, hogy itt együtt vagyunk. Akkor egy tapsot megérdemel! Laci, és elhiszed, hogy már beszélik a hatalomba egyesek? Meg nem kéne mégis inkább kifizetni ezeknek a kártérítést? Hát, sok minden megoldódna egyébként. Hát, én egyébként azt is nagyon tudnám élvezni, kifizetik a kártérítést, és mondjuk a tavasszal nem azon izgulunk, hogy március 15-én megint nem fog semmi történni, hanem ülünk Zöldfokon egy szállodában, tengerparton, és orra jól éreztem. És koktélozunk a parton. És megnézzük az ATV-nek az élő közvetítését, hogy már megint nem történt semmi, csak füttyögtek, és semmi határozottat nem mertek csinálni. Vagy amit majd Mészáros TV-je ad le. Vagy amit nem, neten fogjuk nézni. Kitesszük a laptopról a méteres diszplére, nem? No. István, és akkor lassan majd elköszönjük. Marika, bocsánat. Marika, olvasd. Ja, jó, Marika, olvasd. A Marika előtt egy kicsit van egy gondolat, még ez nagyon köszi, hogy ilyen gyönyörűen összefoglaltad ezt az egészet. És akkor, hogy miért tesszük meg, miért tettük ezt,
két gondolat jutott eszembe, egyik a te mondatod, a másik a Péteré, hogy a büdi. Hogy a parlamentben azt mondja egy képviselő, hogy olyan riporter kérdezze őket, aki nem kócos, aki valahogy undorító, kikezdeni. A másik a büdi, vagyis a Orbán féle, hogy miért vannak ezek a senkit nem hagyunk az út szélén. Hát ezért kell ezt nekünk tenni, és a jövőre én annyit, én a cikkban csak megígértem, és most is mondom, bemutatót is tartottam a Patkányból, hogy ott fogok ülni. Ha oda kerülök, én ott fogok ülni, nem az aluljáróba fogok büdösödni, hanem a Simák vagy bármelyik cipbank ház előtt, vagy cipbank előtt, legyen az Oktogon, Rákóczi tér bármelyik, de szép sorba. Te nem kerülsz oda. Pisti, te vagy az utolsó, akit kivágnak a házában a cipbankosok. Ezt nem akarják, de teljesen egyetértek veled. Nem járnának jól, hogyha itt közülünk bárkivel újat hoznának. Ez a jövő. Ha ezt ők megmerik tenni, akkor erre számítsanak, mert veszteni való, tudjuk. Akinek már nincs, az nem veszi. Tehát mi? De én előtte lelövök valakit. Hát biztos lesz olyan még többet, csak az már egy másik. Egyedül borulóban. Csak akkor nem tudok odaülni a bank elé, ha lelövök valakit, mert ugye bezárnak. De utána kiengednek. Túl jó megoldás. De csapatosan nem lehet valakit lelőni. Azt a ravaszt, azt egy ember kell, hogy meghúzza. Csak biztatni tudom a jövőre bárkit, hogy tegyen magáért. Ne üljön otthon, ez nem megoldás. Az, amit mondott a Zsuzsi, hogy ne fizess, és akkor menj, és akkor csináljad. Hárman, négyen, öten, én nem tudok más. Tehát én nem akarok bíróságra menni, azt megérni, amit a Zsuzsiék, meg nem tudom miket, amiket én ott elszenvedtem. Nem, én nem akarom. Ilonka, Marika, Schmidt. Milyen ügyben volt a legelső kihallgatásunk, ahol nekem Ráckevére kellett menni? Az irodaházas? Az irodaházas. Na igen, és akkor hát ott egy nagyon szimpatikus nyomozó hallgatott ki engem, de életemben nem voltam addig a rendőrségen, tényleg. És hogy leírta a jegyzőkönyvbe, hogy mintha én mondtam volna, szinte én megálltam, hogy törvénytisztelő és törvény, és azt betartó állampolgár vagyok. És hát valóban az vagyok, mondtam is, és akkor ugye ezt miért csináltam, hogy ezt nem gondolom? Nem, semmit nem gondolok. És eszembe jutott, ugye én azt mondtam, hogy én 70 éves vagy 67 éves koromra lettem ellenálló, de nem igaz, fiatal koromban is az voltam, mert megvédtem a gyerekeim jövőjét, hogy ne halljunk éhen, meg hogy a házunkat nem adtam csak úgy oda az akkorit. És hogy ez a harmadik, és ez azért van, ezt már mondtam többször, de most is el kell, hogy mondjam, hogy azért lesz az ember ellenálló, mert az igazságérzete sokkal erősebb a félelménél. Én akkor se féltem, meg most se félek, amikor az irodaházból kivitt szintű. Úgy remegett az a rendőrlány, aki engem vitt ki, hogy azt hittem, hogy azért fog, nem vitt, csak vezetett, hogy az sokkal jobban remegett, én mosolyogva mentem, mondtam, hogy hát vigyázom, mert sánta vagyok, de hát annyira félnek, és azért viszem végig, vagy meg mindannyian végig visszük, mert tudjuk, hogy igazunk van, és nem tudnak megfélemlíteni minket, az igazság az anyukám mondása volt, tényleg mindig azt mondta, hogy kislányaim, higgyétek el, hogy az igazság győz. Lehet, hogy beledöglünk közbe, de ez akkor is győz, és hogy ez így van, és én ezt hiszem, és tudom, hogy aki nem fél, akinek tényleg, hogy az igazság, maga az, hogy az igazságérzetem, az mindennél erősebb. Minden félelmemet letűzök ezzel, úgyhogy, és mindnyájan így vagyunk ebben a csapatban. És nagyon sok ember legyen így, és megoldjuk a gondunkat. Megbízom. Hajrá! Hajrá! Marika? Na hát, mivel szombaton már karácsony, egy rövid kis verset hoztam nektek. Mikor szeretettel nézed a világot, sokkal élhetőbbnek, kedvesebbnek látod. Sokszor a kevésből sokkal könnyebb adni, két lábbal a földön embernek maradni. Mikor megöregszel, akkor majd megérted,
te vagy a világért, s a világ van érted. Tudsz te emelt fővel máshoz lehajolni, s te vagy, aki szolgál, nem a drága holmi. S hidd el, téged szolgál az életben minden. Ahol szeretet van, tudd, ott hiány nincs. Így van. Köszönjük szépen, és akkor záró akkordnak. Még zene lesz, nem? Zene lesz bizony. De akkor nem lesz már élőben. De? Nem baj? Jó. Ja, én kívül szeretnéd? De inkább kívül. Kívül, akkor? Inkább kívül, titkosba téma, oké? Okay? Na, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok ma is. Köszönjük, hogy nyomtátok a csetet is. Most meg fogjuk hallgatni Bródi Jánostól a Birka ország című dalt, tegyétek ezt is, de ugye ezt már technikai okok miatt közvetítésen kívül tesszük. És hát boldog karácsony! Boldog karácsony, boldog új évet! Sokkal-sokkal boldogabbat. És terv szerint, boldogabb lesz. Terv szerint harmadikán folytatjuk, de a műsorváltoztatási jogát fenntartjuk. Bármi lehet, így van. Akkor hajrá. Közvetítés, kikapcsoljuk, sziasztok! Sziasztok! Switch off. Elnézést a telefon miatt.